A Szolnok azzal a Soroksárral folytatta a felkészülését, amely a másodosztályú pontvadászatban közvetlen riválisa, hiszen mindössze egy ponttal állnak a mieink mögött. Az első helyzet rögtön gól lett, a 10. percben Nikola Pantovics 17 méterről kilőtte a sarkot, 1-0 a MÁV-nak. Ezután egy gyors kontrát vezettek a mieink, Tóth László tálalt Pantovics elé, de a soroksári hálóőr nagyot mentett. A túloldalon a 33. percben jött az első lehetőség, Orosz viszont nem talált kaput. A MÁV ezután megduplázhatta volna előnyét, de Tóth hosszan szöktette magát, ez pedig a gólhelyzet végét jelentette. A félidő végére is maradt helyzet, de a gól Tóth lábában maradt. A második játékrészben szabadrúgásból veszélyeztetett a soroksár, Sije viszont fölé lőtt. A sárga-feketék a legnagyobb helyzetét Frölich puskázta el, gyakorlatilag majdnem az üres kapuba kellett csak pörgetnie, de mellé rúgta a labdát. A Szolnok 1-0-ra győzött és megszerezte első sikerét a felkészülés során.